Lassan két éve lesz, hogy feljöttünk Budapestre, az egész család. Két lányom, két fiam és a férjem. Legelőször mi jöttünk fel a lányommal, mivel kaptunk egy nagyon jó munka lehetőséget. Szállodákba kezdtünk el takarítani. Aztán jöttek fel a férjemék, ők pedig az építőiparba álltak el dolgozni, nagyon jó fizetéssel, így tudtuk vállalni a albérletet, amiben jelenleg élünk. Egészen addig tudtuk ezt fizetni rendesen, míg be nem jött ez a koronavírus. Március 11-e után már egyáltalán nem tudtunk dolgozni, mivel megszűntek a munkahelyek. De viszont olyan főbérlőre találtunk, hogy a negyedét kell kifizetnünk annak az összegnek, amit eredetileg, amiben megállapodtunk eredetileg. Sajnos az a legnagyobb problémánk, és megterheli eléggé a családot, hogy hát a boiler, ami nagyon-nagyon sokat fogyaszt, de viszont nekünk két óránk van, éjszakai és nappali, azt külön-külön kell tölteni. És havi szinten egy olyan 30 ezer forint, mert szinte minden arról megy. Ö, nem csak a boiler fogyaszt nekünk nagyon sokat, hanem a villantűzhely is, mivel azon főzünk. A kormány segít azoknak az embereknek, akiknek vezetékes áram van, és nem köthetik ki, ha nem tudnak fizetni, de viszont nekünk kártyás óránk van, és abba pedig nem kapunk sehonnan segítséget. Nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy mire is költünk, hogy most áramra, vagy a napi étkezésre, vagy tisztálkodásra költünk. Teljesen vissza kellett ö, venni a pénztárcát, mert ha nem, akkor ezt a válságot, ezt mi nem tudjuk túlélni. És akkor vissza kellene vidékre költöznünk, és nem adnánk esélyt a gyerekeink jövőjének se. Amit már elindítottunk, nagy nehezen. Igen, nehezen tudtunk iskolát találni a 13 éves kislányomnak. Nem azért, mert rosszul tanul, hanem fél, év, fél évkor írattuk be az iskolába őt, és nagyon nehéz volt pszichikailag is megviselte a gyereket. És nagyon nem szeretnék még egyszer ilyennek kitenni a gyereket, hogy más iskolába íratni, esetleg visszavinni ugyanabba a közegbe, amiből én ki volna szakítani a gyerekemet. Hogy más életet éljen, más jövőt szántam nekik, Nem, mint amilyet mi éltünk. Ha ismersz ilyen történeteket, küld el nekünk.